Tisztelt vendégeink, tisztelt megjelentek, kedves ünneplő közönség! Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelent vendéget a májusi koncerten, iskolánk iskolanapi ünnepségén. Külön köszöntöm Sefer Attilát, helyi közösségünk tanácselnökét, valamint a helyi közösség tanácsának tagjait, a testvértelepülések, Jászkísér, Kunmadaras, Mélykút küldöttségét, egri vendégeinket, továbbá iskolánk támogatóit. Külön köszöntöm a Kunmadarasi Református Általános Iskola, a Mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola, a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola képviselőit, iskolánk nyugdíjas és jelenlegi dolgozóit, pedagógusait, valamint az iskolaszék és a szülői munkaközösség tagjait. Május utolsó hétvégén ünnepeljük a falunapot, illetve iskolánk napját. Ez az év különösen kiemelkedik az ünnepek sorából, hiszen iskolánk épületét 50 évvel ezelőtt vette használatba a falu apraja. Minden évben egy kicsit visszatekintünk az eltelt hónapokra. Bemutatjuk, mivel foglalkoztunk, mennyit tanultak, fejlődtek tanulóink, milyen sikereket értek el a tanulmányi versenyeken. Az ünnepi műsor ebből ad majd ízelítőt. Hosszú hetek lázas fáradtsággal teli munkája fekszik benne. Büszkék vagyunk tanulóink, tanítóink és tanáraink sikereire. Ezt mutatják a különböző versenyekre hazahozott díjak, helyezések. Ezt mutatja, hogy helyes irányban haladunk, a befektetésünk a jövőben nem hiába való. Itt szeretném megköszönni a helyi közösségnek és valamennyi önzetlen támogatónak is azt a sok támogatást, amit az elmúlt évben nyújtottak a tanulás hátterének biztosításához. Mindig szem előtt tartjuk felvenni a versenyt a technikai fejlődéssel, a folyton változó, gyakran össze nem hangolt törvényi elvárásokkal, a modern iskolaképnek való megfeleléssel. Egyre nehezebb ez a mai világban. Ehhez nyújtanak segítséget a tartományi oktatási titkárságtól és a magyar kormánytól kapott támogatások. A mai nap arra is alkalmat ad, hogy személyesen meggyőződjenek mindenről. Az év folyamán a főépületet, az utcafront felüli oldalát új szigeteléssel láttuk el, új burkolatot kapott. Tanulóink munkái alkalmi kiállítás keretében megtekinthetőek az ünnepünk második részében, a legjobb tanulókat is megismerhetik. Ezen a hétvégén is izgulhatunk tanulóinkért, akik jelenleg országos közlekedési versenyen képviselik iskolánkat és az egész körzetet, valamint magyar nyelvű diákjaink köztársasági versenyen fognak részt venni holnap. Az elmúlt hétvégén pedig iskolánk legjobb sakkosai voltak országos versenyen. Ez hitet ad a további munkához, bizonyítja, hogy az egyre fogyatkozó kis közösségükben mégis mennyi erővel élik. Ha összefogunk és közösen egy célra dolgozunk, akkor falunk jövőjét virágoztatjuk fel. Köszöntőmet Nyilas Mihály oktatár, tartomány oktatási titkár iskolanapunkra írt, gratulációival zárom. 2018. május 18-án. Tisztelt pedagógusok, kedves diákok, az iskola munkaközösségének minden tisztelt tagja, tisztelt szülők. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság dolgozói, valamint a magam nevében köszöntöm Önöket, és gratulálunk iskolájuk napja alkalmából. Évek óta a diákokat arra tanítják, hogy hogyan kell tanulni, csapatban alkotni, és az akadályokat közösen leküzdeni. Hogyan kell a toleranciát ápolni, a felelősségtudatot fejleszteni, valamint az érdeklődést és a kreativitást ösztönözni. Iskolájuk a leghíresebb és egyben legsikeresebb tanítójáról, Idős Kovács Juláról kapta nevét. Ám manapság is számos sikeres és tehetséges diákkal, valamint vidám és szakképzett tanítóval és tanárra büszkélkedhet. Kívánva, hogy továbbra is sikeres oktatás útján haladjanak, hogy a jövőben is mosoly ékesítse diákjaik, tanáraik és dolgozóik arcát, valamint a derő és az optimizmus legyen a kép kísérőjük. Még egyszer köszöntöm Önöket ezen a különleges napon, tisztelettel Nyilas Mihály tartományi titkár. Ezúton kívánok a kollégáknak, tanulóknak további eredményes munkát, sikeres tanévzárást, vendégeinknek,
jó szórakozást a következő koncerthez és az ünnepi műsorhoz. Köszönöm szépen!